Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Legyen ön is jó képű! A Halas Média stúdiójában professzionális fotózást vállaló cége intézménye számára. Készítessen munkatársairól minőségi képet honlapjára, kiadványaiba. Modellfotózás, butikoknak tárgyfotózás. Legyen ön is jó képű! Kiskunhalasi kábítószer kereskedők őrizetben, a házkutatások során többféle anyagot is találtak a nyomozók. Jóval nagyobb lett a hely, átadták a Lomb utcai óvoda új szárnyát. A Bundzsák sportközpontban műfüves pályát avattak és letették a Szilády RFC új öltözőépületének alapkövét. Még egy jelölt visszalépett, így már csak 11 országgyűlési képviselőjelölt van az 5-ös kerületben. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió hétfesti hírműsorát látják. Kiskunhalasi kábítószerkereskedőket vettek őrizetbe. A rendőrök három férfit hallgattak ki gyanúsítottként. A Bács megyei rendőrfőkapitányság közterületi támogató alosztály járőrei március 23-án este Halas belvárosában igazoltattak két helyi férfit. Egyiküknél négy műanyagtasakban több mint 23 gram kábítószer gyanús zöld növényi származékot találtak. A 39 éves férfi lakásán házkutatást tartottak a nyomozók, ennek során további 234 g kábítószergyanús növényi törmelék és még 10 g fekete színű kábítószergyanús gyanta, illetve műanyagtasakok, patikamérleg és örlőeszköz kerültek elő. Ugyanebben az ügyben házkutatást tartottak egy 33 éves helyi férfi lakásán is. Tőle szintén lefoglaltak különböző kábítószergyanús anyagokat. A nyomozók a két férfit kábítószerkereskedelem büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra. Egy 42 éves férfi pedig kábítószer birtoklásával gyanúsítottak meg. Ő jelenleg szabadlábon védekezhet. Még egy jelölt visszalépett az országgyűlési képviselő választásról az 5-ös választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint március 23-án Kolompár Titanilla, a Tenni Akarás mozgalom jelöltje jelezte, hogy mégsem indul a választáson. Jelen állás szerint 11 jelölt maradt, de akár még ez a szám is változhat. A választópolgároknak az átjelentkezésekre és a mozgóurnák igénylésére továbbra is lehetősége van. A vakok és gyengénlátók viszont már csak március 29-ig igényelhetik a Braille írásos szavazósablont. Átadták az új épületszárnyat, közel 300 négyzetméter hasznos alapterülettel bővült a Szent József Katolikus Iskola és óvoda Lomb utcai épülete. A beruházást a fenntartó, a Kalocsa-Kecskemét főegyház megye finanszírozta. A bővítést a növekvő igények indokolták, mondta el az ünnepélyes szalagátvágást követően Ábrahámné Tallér Erzsébet intézményvezető. A tavaly szeptemberben elkezdődött és most befejeződött beruházásnak köszönhetően közel 30 gyerekkel több járhat majd az intézménybe. 300 négyzetméterre lett több az óvodánk a régi alapterülethez képest. Évről évre egyre több kisgyerek jelentkezett ide, és most már több éve nem tudom fölvenni az ide jelentkező gyerekeket, elutasítani is kellett. Szándékom pedig az volt, hogy aki a katolikus nevelést választja az óvodába, azt a családot ne kelljen elutasítani. Sok mindenbe gondolkodtunk, de végül is a bővítés lett a legkézenfekvőbb, mert pont ez a 300 négyzetméter még ide a mi gyönyörű hatalmas udvarunkba elfért. Ami fenntartunk nagyon-nagyon bőkező, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye finanszírozta teljes egészében ezt a közel 80 milliós beruházást. Hozdik Zsolt atya szentelte meg az új épület szárnyat. Az Úr Jézus, aki szerette a gyermekeket, áldjon meg titeket és őrizzen meg titeket szeretetében.
áldjon meg titeket, mindnyájatokat és ezt az újonnan felújított, kibővített óvodát, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Fülöp Ernő irodavezető a Kalocsa-Kecskemét főegyházmegye nevében mondott köszönetet az óvoda kollektívájának. Véleménye szerint nagyon fontos feladat hárul rájuk. Az óvodai nevelésre szükség van, és a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye, mint intézmény fenntartó, szeretné, hogy ezeken a bázisokon, mint Kiskunhalas, az óvodai neveléstől az érettségig, a szakma megszerzéséig stabil értékrenddel rendelkező gyerekeket tudjunk nevelni, akik megállják a helyüket, sikeres életet tudnak élni, és talán boldogok is lesznek egy olyan értékvesztett társadalomban, ahol az emberek nem találják a helyüket. A középsős és nagycsoportos gyermekek közös énekkel örvendeztették meg a közönséget, felléptek többek között az iskolai ének tehetségek is. Dózsáné Mohos Mónika több a kivitelezésben segítséget nyújtó személyt is megajándékozott. Nagyon sok ügyünk volt együtt a polgármester úrral, és bármikor, amikor kértem időpontot, hogy beszéljük meg, mert most éppen a tűz csak van a soron, vagy valamilyen közmi problémánk van, mindig nagyon segítőkészen állt hozzá, és én azt gondolom, hogy ez mindenki számára olyan dolog itt a más városok számára is, ami tényleg érdemes. Szeretném megköszönni. A Lombutcai Katolikus Óvoda a fejlesztésnek köszönhetően ezentúl legalább 100 gyermek befogadására lesz alkalmas. A tervek szerint a megnövekedett igények miatt indítanak majd egy mini csoportot is. Új pálya a TAU forrásból. Szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a Bundzsák Dezső Városi Sportközpontban a több mint 162 millió forintos beruházással megvalósult 111x72 méteres műföves pályát, valamint letették a kiskunhalasi Sziládi Református Futballklub új öltözőépületének alapkövét is. Szombaton délelőtt tették le a Sziládi RFC új öltözőjének alapkövét. A tervezett 4 helyiséges épület legalább 260 négyzetméter alapterületű lesz. Úgy néz ki, hogy következő hónapban el tud kezdődni az öltözőépület. Ez egy 4 helyiségből álló 260 négyzetméteres öltözőépület. A gyerekeknek szolgálná azt, hogy közelebb kerüljünk a játéktérhez, meg végülis egy országos előírás is, hogy biztonságosan meg lehessen közelíteni a játéktereket. És hát ennek az alapkőletételén vagyunk most túl. Én úgy gondolom, hogy az első ütem az július végére elkészülhet. Az idei évi TAU-ba, tehát a 18-19-esbe próbáljuk beleilleszteni a második ütemnek a költségeit, illetve a harmadik ütemnek a költségeit. Néhány méterrel távolabb az új műfüves pályán folytatódott az ünnepség. A beruházás során 425 méter kerítés és 630 négyzetméter járda is megépült, valamint megoldották a vízelvezetést. Az ünnepségen Fülöp Róbert kiskunhalas polgármestere mondott köszönetet mindazon vállalkozóknak, akik a 43 millió forintnyi önerő mellé hozzátették a több mint 130 millió forintnyi TAU pénzt. 2 évvel ezelőtt, amikor az MLSZ-hez benyújtott pályázatunkat megnyertük, onnantól kezdve kezdtük el gyűjteni a vállalkozásoktól a TAU forrásokat. Ez ugye annyit jelent, hogy a társasági adójukat nem az állam felé teljesítik, hanem az MLSZ irányába érkezik meg ez a forrás, és amikor összegyűlik a megfelelő mennyiségű, akkor elkezdhető a beruházás. És hát kellett 2 év annak, hogy összejöjjön a megfelelő forrás mennyiség, illetve a megfelelő felajánlás mennyiség, de én azt gondolom, hogy a projekt sikeres volt, a vállalkozások aktívak voltak. Losonci László, az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatóságának vezetője gratulált a halasi szervezőknek, kivitelezőknek. Véleménye szerint az itt folyó szakmai munka mindenképpen megalapozta azt a döntést, hogy a vállalkozói TAU felajánlások a halasi és környékbeli labdarúgás szerető fiatalok javára fordítottak. Az, hogy a sportágunk talpon tudjon maradni és továbbra is népszerű legyen, ahhoz megfelelő létesítményeket kell biztosítani a gyerekek számára. Én úgy gondolom, hogy a mai világban már ez követelmény, hogy megfelelő pályát és öltözőket tudjunk biztosítani a gyerekeknek. Kiskunhalason tulajdonképpen
egy alközpont jött létre, ahol a gyermekek képzése szervezett körülmények között folyik. Én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elengedni Kiskunhalas városának, hiszen feltételekhez van kötve, hogy itt alközpont működhessen a következő években is, és ehhez megfelelő létesítményken ennek a része ez a beruházás, és én úgy gondolom, hogy a szakmai munka megfelelő mederben folyik. Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Kiskunhalason több sportág is jelentős támogatásokat kapott az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag a kiskunhalasi fiatalok és a környék fiataljai, de persze a felnőttek is, akik sportolni vágynak, azok Halason szinte már minden sportágban, ami Magyarországon mondjuk számít és fontos, megtalálják majd a számításukat. Itt ugye a futballistáknak adtunk most tehát egy nagyon komoly létesítményt, korábban is kaptak rengeteg ilyen sportolási lehetőséget, új pályákat építettünk, illetve az, hogy a birkózóknak is itt lesz egy csarnoka, a tánc művelőinek, a modern és a hagyományos tánc művelőinek itt lesz szinte egy nagyon fontos táncközpontja. Beszéltünk arról, hogy a lovasportnak is a bázisát fejlesztjük egy Kiskunhalason. Napirenden lesznek a járdák. A lakossági járdaépítési rendeletről is szól lesz a csütörtöki képviselőtestületi tanácskozáson. Ebben meghatározzák a lakossági járdaépítés és felújítás szabályait, az eljárás menetét és az építéshez nyújtható támogatást tudnivalóit. A rendelet szerint a járdaépítés és felújítás szakmai irányítását a közútkezelő látja el a jövőben. A tervek szerint a térkőburkolathoz négyzetméterenként 3500 forint, a betonburkolathoz 3000 forint lehet a támogatás mértéke. A rendelet elfogadása után terveink szerint részletesebben is visszatérünk a tudnivalókra. Személyi és vagyonvédelmi szempontból is minél hamarabb szükség lenne a Battyány utcai gesztenyefasor gallyázására. Ezért a főkertész javaslatot tett a probléma rendezésére a jegyző felé, és a képviselőtestület is megvitatja a témát. A legutóbbi érintésvédelmi nyesés utáni állapotokat szeretnék kijavítani, az útfelé eső lombkoronát is visszagallyazni, egyrészt az esztétikum, másrészt a fák súlypontja miatt. Ha megszületik a döntés, ez alapján lehet majd elvégezni a védett vadgesztenyefasorban a munkálatokat. Kedvenc költeményeikkel álltak közönség elé, az elmúlt hétvégén rendezték meg a központi általános iskolában a Vörös Sándor megyei szavalóversenyt. Az alsó és felső tagozatos fiatalok produkcióit most is egy 4 tagú szakmai zsűri értékelte. Dráma tagozatos fiatalok műsorával kezdődött meg az idei Vörös Sándor megyei szavaló verseny a központi általános iskolában. A megméretésre a megye számos pontjáról érkeztek általános iskolás diákok. Több mint 4 évtizede rendezzük meg a megyei szavalóverseny. Eredetileg Szűcs József szavalóverseny néven futott, és most pedig Vörös Sándor szavalóverseny. Ez egy felmenő rendszerű szavalóverseny, tehát iskolai és területi forduló előzi meg. A szakmai zsűri elnöke ebben az évben is Palásti Károly volt. A pedagógus szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok az életkoruknak megfelelő műveket válasszanak egy-egy ilyen versenyre. A legelső szempont a versválasztás, mennyire van benne a gyerek, mert mindig azt figyeljük, hogy mennyire övé az a választás, nem a magyar tanárát akarjuk hallgatni, hanem a gyereket. Tehát, hogyha egy zsivány témájú verset mond, akkor ennek a gyereknek a szeme se kell, hogy jól álljon, mert attól lesz hiteles. A versválasztás, a másik pedig az, hogy értsem a verset. Tehát olyan tempóval és olyan hangsúlyokkal mondja, hogy nekem hallgatónak, akkor azáltal, az egyetlen egy alkalom által teljesen tiszta legyen, hogy mi a vers üzenete. Teli a terem versmondóval és közönséggel is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokan gondolták úgy, hogy a versmondás az nem csak a versmondásról szól, hanem arról, hogy készülünk egy felnőtt létre, készülünk egy közéletiségre, ahol majd munkahelyünk lesz, főnökök leszünk, beosztottak leszünk, prezentációt kell készítenünk, elő kell adni magunkat, és ez nagyon jó iskola ahhoz. A közönség és zsűri elé álló fiatalok az elmúlt hónapokat komoly felkészüléssel töltötték. Mint mondják, verset mondani mindig nagy öröm. Önkifejezés lehet minden szempontból, mert meg tudjuk mutatni magunkat, hogy mégis hogyan tudunk előadni egy verset, hogy mennyivel lehet tudjuk a saját magunkévá tenni. Minden nap felmondtam a verset anyának, és ugye annyi
pluszom van, hogy a szerzőt ismerem, és barátomnak tarthatom, így vele is átnéztük a verseket, és hogy hol mit kéne csinálni. Mert hogy kitől választottál verset, mi az, amit szavaz? Bánki Benjamintől a Migráció című vers, amit úgy választottunk ki, hogy én nagyon szeretem az ő verseit. És többet választottunk ki, és felolvastam mindegyiket anyának, és ő azt mondta, hogy ez az a vers, amit teljesen magamévá tudtam tenni. A versenyen a zsűri döntése alapján végül alsó tagozatos kategóriában Virág Eszter lett a legjobb, a felső tagozatosoknál pedig Fellegi Csanád győzött. Készültek a hímes tojások, szombaton sokan látogattak el a Végkúriába a Motolla kézműves műhely húsvétváró foglalkozására. A gyerekeknek még a szülők is besegítettek az alkotásba. Kovács Ibolya néprajz pedagógus vezetésével többféle technikával kerültek fel a minták a tojásokra, és még mágikus nyilakat is lehetett készíteni. Amíg a gyerekek ügyeskedtek, a műhelyvezető sok érdekességet mesélt az ünnep jelképeiről és a népszokásokról. A húsvétváró foglalkozásról csütörtök esti Kultúrkép című műsorunkban mutatunk további részleteket. És most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Kiskunhalasi kábítószerkereskedők őrizetben, a házkutatások során többféle anyagot is találtak a nyomozók. Jóval nagyobb lett a hely, átadták a Lomb utcai óvoda új szárnyát. A Bundzsák sportközpontban műfüves pályát avattak és letették a Szilády RFC új öltözőépületének alapkövét. Még egy jelölt visszalépett, így már csak 11 országgyűlési képviselőjelölt van az 5-ös kerületben. A folytatásban elmondjuk, milyen idő várható az elkövetkező 24 órára. A napi mozaikban a Lomb óvoda új szárnyának átadó ünnepségéről mutatunk felvételeket, holnap pedig újra várjuk Önöket a friss hírekkel. Addig is viszontlátásra!